A mai napon a regeneráció három alappilléréről fogunk beszélni, hogy a lehető legjobb önmagad lehess. Na szevasztok, Pável Béderek! Elnézést kérek a csúszás miatt ezzel a sorozattal, remélem, hogy senkinek nem voltak álmatlan éjszakái, és folytathatjuk ezzel a résszel. A Szent Háromság első pontja mi más is lehetne, mint az alvás. Tudom, hogy lerágott csont, de az a nagy büdös helyzet, hogy semmivel sem tudod pótolni a megfelelő mennyiségű és minőségű alvást. Persze, ha egy-egy nap megcsúszol vele, attól még nem dől össze a világ, de alakíts ki jó alvási szokásokat. A legtöbb embernek körülbelül 7-8 óra alvása van szüksége, de a mennyiség mellett ugyanilyen fontos lesz az alvásnak a minősége is. Kerüld a stimulásokat a késő délutáni, illetve esti órákban. A lefekvést megelőző 1-2 órában pedig próbáld háttérbe szorítani a kékfényben úszó elektronikai eszközöket. Ezek ugyanis blokkolják a melatonin termelést, ami pedig a mély, pihentető alvásért felelős. A másik kulcspont természetesen az étkezés lesz. Az edzés továbbra is úgy működik, mint egy kohó. Mi vagyunk a megmunkálásra váró fém, egy jól összeállított kemény edzés pedig a kovács. Ezerszer megtör, meghajlít, vízbe folyt, de a végén mindig valahogy erősebben és edzettebben kerülünk ki. Legalábbis ha az elegendő alvás mellé, a kalória beviteled is rendben van. Nem szeretnék részletekbe menő étkezési tanácsadást tartani, de a maximális regenerációhoz maximális kalóriabevitel is szükséges. Nem azt mondom, hogy mindig, minden esetben eszetlen zabálásra van szükség, de kérlek, ne a legkeményebb edzésciklusodban kezd diétázni. A harmadik ajánlásom, hogy alkalmaz időnként terhelés elvételt. Haladóbb szinten igenis lesz, hogy pengélyen táncolsz a terhelést illetően, és ez így is van jól, de lesz, amikor túllősz a célom. Vagy az előző két pontban említettek elégtelensége miatt, vagy egyszerűen túlvállalod magad az edzéseken. Ekkor jöhet számításba, egy okos megfontolást követően, hogy egy kis időre leveszed a lábad a gázpedálról. Most ne szarj be, nem kell az egész hetet mobilizálással meg ilyen saját testsúlyos hülyeségekkel töltened, de ha úgy érzed, valamelyest túlcsordult a fáradtság, akkor vegyél el az edzés volumenből egy 30-40%-ot, és vedd lazábra egy kicsit a szettek nehézségét is. És ennyi lett volna a mai részünk, 2 percen egy kicsit túlcsúszva. Ha tetszett a videó, akkor egy feliratkozással megtisztelsz. Köszönöm a figyelmet, és a génz legyen veletek!